Egy Budapesten tartott szakmai továbbképzésen merült fel az ötlet, hogy a már működő dobtábort Paksra hozzák, ami 4 esztendővel ezelőtt meg is történt. Az első 3 alkalommal a helyi művészeti iskola volt az országos tábor otthona, idén pedig a Cseresznyéskert erdei iskola. A gyerekek egy része jár zeneiskolába, egy része már középiskolába, tehát ebbe a ilyen szakirányú középiskolába. De az idén fordult elő kivételesen, ez idáig kivételesen olyan, hogy 2 kisfiú van nálunk, aki még eddig nem tanult dobolni, de nagyon-nagyon szeretett volna. Így hát természetesen befogadtuk őket, és úgy gondolom, hogy jól érzik magukat. Az idei táborban 32, 8 és 25 év közötti fiatal töltött egy hetet zenetanulással alap- és középfokon, egyéni és csoportos órákon. A program vezető változatlanul Köte Zoltán volt, az oktató tanárok Bordász Zoltán, Gacsái Róbert, Pusztai Csaba és Szendi Gábor, a hét vendége pedig Tömösközi László ütőhangszeres művész, aki a tábor marimba szekcióját vezette. Afrikai eredetű hangszer, azért nem egy dobos, kicsit talán elkülöníthető a doboktól, mert ugye dallamhangszerről van szó, és a játéktechnikája is azért alapvetően más. Itt 4 verővel is esetenként, nem csak 2-vel elég komoly darabokat lehet előadni. És a gyerekek persze általában nagyon jók, az ország különböző területéről jönnek, és ilyenkor egy koncertre fölkészülünk, foglalkozunk különböző játéktechnikai dolgokkal is, és kompozíciókkal is. A sok tanulás mellett a zenei tábor kicsit a pihenésről is szólt. Az esti órákban, amikor már elviselhetőbb volt a kinti hőmérséklet, jöhetett egy kis játék, illetve sport, például tanárok, növendékek foci meccset rendeztek. Az előző 3 esztendőhöz hasonlóan a tábort közös nyílt koncerttel zárják, amelyet június 22-én 10 órától tartanak a Csengei Dénes Kulturális Központban.